Én nem hiszem azt, hogy bárki feltalál. Én, én abban hiszek, hogy, hogy mi a lehetőségek vannak körülöttünk, a világ, tehát mindaz, ami körülvesz, ebben ott vannak a lehetőségek, és ezeket meglátni kell. Tehát, tehát ilyen értelemben nem, nem, nem létrehozunk valamit, hanem, hanem megtalálunk valamit. Megtalálni sem olyan egyszerű. Nyilván jobban hangzik talán a teremtő fogalma, tehát a semmiből valamit létrehozni. Én azt hiszem, hogy azt korlátozzuk egy bizonyos körre. Nekünk embereknek ez, ez, ez nem mehet, és úgy érzem, hogy a fizikai világban ez nem történik. Tehát sohasem semmiből születik a valami, hanem valamiből egy más valami. Alakul, tehát a valami alakul valami mássá, ezek folyamatokat jelentenek, és nagyon sok minden már majdnem készen ott van körülöttünk, csak éppen meg kell találni. Ez egy kicsit olyan, mint a, 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 ugye egy, valaki sétál és lát egy kavicsot az úton, van, aki csak átlép, és van, aki meglátja benne a gyémántot. Mindig szerettem a matematikát, mindig szerettem az érdekelt a... A fizikai világ, tehát az a, az a világ, ami minket körül, körülvesz, amiben anyagok vannak, amik az anyagok struktúrákatban léteznek, és ezek a struktúrákat is alakíthatjuk egymásba. Én a, az ember képességét arra, hogy, hogy a megértés képességét tisztelem a legjobban, és ha mi emberek... Megérdemlünk valamit, ezért érdemeljük meg azt a megkülönböztetett helyzetet, amiben létezünk. Hogy képesek vagyunk megérteni dolgokat, és megérteni azt, hogy mennyi mindent nem értünk meg, és a törekvést arra, hogy, hogy ezt is megpróbáljuk megérteni. Építészeti feladatkörben a lakóépületet egy rendkívül fontos kategóriának, Találom, ez legyen ez egy önálló családi ház, vagy, vagy éppen második otthon, nyaraló, az úgynevezett, hogy is mondjam, szimbolikus, illetve a társadalmi igényeket kiszolgáló nagy épületek nagyobb portvernek fel, hogy úgy mondjam, látványosabbak, több anyagi háttér, nagyobb költségvetéssel is dolgoznak. Ez igaz a múltra is. Egy, egy templom az mindig más, vagy egy, vagy egy országház mindig más, mint a, a falusi lakóház. Ugye ezt talán nem kell bizonygatni. A számomra mind a kettő nagyon érdekes, sok szempontból sokkal érdekesebb a falusi. Kifejezi azt, a, és sokszor jobban és igazabban azt a az életformát, amir, ami, aminek a szolgálatára született. A dizájnt, mint fogalmat, és én abban igenis beleértem az építészetet, és beleértem, a, a gombos tűhegyét is, szóval, szóval ez, 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 ez a land, landscape design, tehát a, a tájtervezéstől a, 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 az, hogy mi van a küszöbnél, az ajtónál, és mi, mi van a lábazatnál. Sajnos a, 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 az a világ, amit ma élünk, és aminek a, aminek a, a, amit nevezzünk most fogyasztói társadalomnak, ez olyan sok veszélyt hordoz magában, amit, hogy is mondjam, a fogyasztás eufóriájában a társadalom nagyon nehezen vesz észre. Szóval, van egy csomó olyan elem, aminek az eredménye viszont egy olyan szintű pazarlás, amiben olyan dolgokat, pazarlunk hogy pótolható dolgokat, és hát az, hogy többet, mit a munkánk föl, részben fölösleges, ott tegye meg a fenet, majd dolgozunk még egy kicsit. de, de pótolhatatlan dolgokat pazarlunk el, ami, ami véges. Most úgy tűnik, hogy egy hegy az olyan nagy, de te, ha, ha, annyian vagyunk a hegyet, fölfaljuk egy pillanat alatt. Szóval, tíz év, egy, egy év, tizen, egy ötven év, hát ötven év alatt mindent el meg lehet enni. Mi emberként nem, nem tudunk a többi ember nélkül létezni. Tehát, tehát ö, ugye ez az állatvilágban is van, vannak magányos lények, és vannak falkában élő lények. És mi falkában élő lények vagyunk, nem tudunk nem falkában élő lények lenni. Mi nem tudunk megélni a másik ember között, nélkül. Hát akkor legalább ne, ne nyírjuk azt a másikat. Dolgozzunk egymásért, mert akkor értünk is dolgozni.